Ölelésed búcsúzik a kisfiától ez az anyuka a szexádi DNS Valéria általános iskola előtt. Ugyanis hétfőn 6 hétig tartó szünet, illetve digitális oktatás után újra kinyitottak az óvodák és az általános iskolák alsó tagozatai. Ez az apuka azt mondja, nagyon örülnek annak, hogy a kicsik visszaülhettek az iskolapadba. Sokkal könnyebb úgy a gyereket fejleszteni, tanítani, hogy ez élő kontaktusban van, mint a laptopról, számítógépről ezt megtéve, de természetesen a tanárnők ezt maximálisan végezték. Az intézmény vezetője elmondta, hogy bár az online oktatás már sokkal gördülékenyebben zajlott, mint tavaly tavasszal, a hatékonysága az alsó tagozatos diákoknál megkérdőjelezhető volt. Az iskolában közel 500 diák tanul, az igazgató elmondása szerint 10%-át nem éri el azoknak a tanulóknak a száma, akiknek a szülei kérvényezték, hogy a gyermekük továbbra is otthon tanulhasson. A pedagógusok közül pedig senki sem maradt home office-ban, és már mind átestek legalább az első oltáson. Amíg szeptembertől érvényben voltak, azok továbbra is természetesen, ugye a testhőmérsékletmérés, kézfertőtlenítés, távolságtartás, de szinte már rutinszerűen csinálják a gyerekek. A maszkviselés természetesen a közösségi terekben továbbra is kötelező. Osztálytermen belül még nem döntöttük el, hogy kötelezővé tegyük-e, de hogyha a pedagógus kéri a gyerekektől, akkor természetesen fel kell húzniuk. Kásler Miklós, az emberi előforrások miniszter levelet küldött az iskolák vezetőinek, amelyben többek között arra hívta fel az igazgatók figyelmét, hogy 250 óránál több hiányzás esetén, amennyiben a tanuló teljesítménye a tanítás és az év folyamán érdemjeggyel nem volt értékelhető, osztályzó vizsgára kell tenni. Tolnán 3 általános iskolai telephelyen 407 alsó tagozatos iskolást vártak újra a pedagógusok. A szülők egy része élt az otthontartás lehetőségével. Tegnap estig 11 szülő keresett meg elektronikus úton, és kérte, hogy a gyermeke továbbra is otthon folytathassa tanulmányait, és ne kelljen iskolába járni. Ők erre engedélyt is kaptak, és ma meg azt próbáltam felkutatni, hogy vannak-e még további tanulók, akik ma nem jöttek iskolába. Ezeknek az összesítése folyamatban van. A minisztérium az óvodákat pedig arra kéri, hogy a csoportokat ne vonják össze akkor sem, ha esetleg eleinte alacsonyabb a még megjelenő gyermekek létszáma. A gyerekekkel lehetőség szerint saját óvópedagógusaik foglalkozzanak, hogy elkerüljék a keveredést. Így történt ez a Kéki óvodában is. A 24-ből 19, 2 gyermek van, aki nem járt régebben is, tartósan beteg és egyéb indokkal. Egy kis gyermek azért nem jött, mert kis testvére fog születni, és anyukája kérte, ő kérte egyedül, és a másik 2 beteg, tehát őket nem várjuk még egyelőre. Csütörtökön már jön több. A gyerekeket nagyon-nagyon vártuk, ők is nagyon várták az óvodát, társaikat, hogy játszanak, itt együtt legyünk. A miniszteri levél szerint, ha a hétfőtől valamelyik iskolában igazoltan megjelenik a koronavírus fertőzés, az illetékes népegészségügyi szervvel egyeztetve az óvodában és az általános iskola alsó tagozatában, az oktatási hivatal rendkívüli szünetet rendelhet el, az operatív törzs pedig tantermen kívüli digitális munkarend elrendeléséről dönthet.